Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy nagyon érdekes kérdéssel szeretnék most foglalkozni, hogy, és ez nagyon sok keresztényt is foglalkoztat, hogy lehetnek-e keresztényekben démonok, illetve arról szeretnék beszélni, hogy voltak-e démonüzések keresztényekből a Bibliában. Ugye? Az első, amit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani nektek, hogy nem azért beszélek erről, hogy belétek beszéljem azt, hogy van bennetek démon, hanem azért szeretnék erről beszélni, mert a Biblia is azt mondja, hogy a bizonyságokra figyeljetek, a bizonyságok megtartják az embert, az embernek az életét, bölcsességet adnak és szabadulást adnak az embernek az életében, ezért a jó bizonyságokra oda kell figyelni. A Biblia soha nem csak, tehát nem elmélet a Biblia, hanem a gyakorlat mutatja meg, hogy a Biblia igazságokat hogyan kell megérteni, hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban. Tehát soha nem arról van szó az igével kapcsolatban, Isten igével kapcsolatban, hogy van egy elméleti tudás, amit nem tudunk sehogy se gyakorlatba ültetni, vagy a praxis, a gyakorlat nem igazolja vissza annak az igének az igazságát. Tehát ezért mindig meg kell nézni a bizonyságokat is, meg kell nézni a gyakorlatot is, és hát bizony a gyakorlat az azt mutatja, hogyha valaki jár gyülekezetbe, és a gyülekezetben megnyilvánul a szabadító, a Szent Szellemnek a szabadító ereje, akkor azt lehet látni, hogy démonok elhagyják az újjászületett keresztényeket is. De nem erről, tehát nem a gyakorlati oldalról szeretnék most beszélni nektek, hanem arról, hogy a Bibliában méghozzá az abcseltől kezdve mit mond az ige, mert sok keresztény, aki nem, tehát nem tudja elfogadni azt, hogy lehet keresztényekbe démon, az nem fogadja el azt sem, hogy az evangéliumokban ugye Jézus démonokat űzött, hanem azt mondják, hogy de hát az újjászületés, vagy a Szent Szellem keresség az abcsel kettőtől van, és akkor nézzük meg, hogy miről van szó az abcsel kettőtől kezdődően. Egy dologra hadd utaljak vissza Márk evangéliuma 16. fejezetében. Jézus azt mondta, hogy aki hisz ő benne, az az ő nevében démonokat űz. Tehát ilyen jelek követik azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban. Tehát ez azt mutatja, hogy már Jézus is arra készíti fel az ő benne hívőket, hogy fognak találkozni démonokkal, akár önmagukban is, akár másokban is a gyülekezetben, és igenis azt mondja, hogy démonokat fognak űzni. Tehát ha nincsenek démonok keresztényekbe, akkor mit űznek a keresztények? Tehát kiből űzik ki a démonokat, ha nem, tehát a keresztényekből. Tehát nagyon érdekes ez a kérdés, de látjátok, hogy Jézus előre felkészített bennünket, hogy lesznek démonüzések, sőt, aki hisz ő benne, az űzi a démonokat, mert ez egy jel. És az első ilyen igét nézzük meg, tehát először azt a kérdéskört szeretném röviden átjárni, hogy egyáltalán lehet-e egy keresztény kapcsolata démonokkal, vagy lehet-e keresztényben démon, vehet-e másik szellemet, ami nem a Szent Szellem, és ezt nézzük most meg. Tehát az első ige, amire rá szeretnék utalni, ez a Korintusi levélben van, hívőknek írja Pál apostol a Korintusi levelet, az első tehát első levél, 10. fejezeténél, azt mondja Pál apostol a 20. verszaknál, hogy
amikor arról beszél, hogy tartózkodjanak a keresztények a bálvány áldozati ételektől, akkor azt mondja, hogy a 20. verszak, sőt, hogy amit a pogányok áldoznak, démonoknak áldozzák, tehát az idegen isteneknek szóló áldozatok, azok mind démonoknak mennek, démonoknak áldozzák, és azt mondja, nem Istennek, és ezért nem akarom, azt mondja, nem akarom pedig, hogy ti démonokkal legyetek közösségben. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a keresztények, a korintusiak, ha megették volna a bálvány, és gyenge lelkiismerettel megették volna a bálvány áldozati húst, ételeket, akkor ezek a keresztények démonokkal kerülnek kapcsolatba, sőt nem csak kapcsolatba kerülnek démonokkal, hanem démonokkal kerülnek közösségben. Az eredeti görög szó ugye a koinonos van itt, és azt mondja ez, hogy ez azt jelenti, hogy részesül, tehát démonokból részesül egy keresztény, újjászületett keresztény, részese lesz a démonoknak, ezt jelenti ez a szó, közösségbe kerül vele. Tehát látjátok, hogy nem csak egy kapcsolat alakulhat ki, hanem egy részesévé válik egy keresztény, vagy egy démon a kereszténynek, vagy a keresztény a démonnak. Tehát ez egy érdekes dolog, de azt mondja Pál apostol, hogy létrejöhet egy ilyen, egy keresztény és egy démon között, magyarán kapcsolatba tud kerülni, és démonizálódni tud egy keresztény, tehát ez nem azt jelenti, hogy a Szent Szellem akkor már nem lakik ő benne, nem azt jelenti, hogy elhagyja őt a Szent Szellem, hanem egy démon is belekerül az életébe, ott lehet az életében. A második ige, amit szeretnék mondani, ez akkor ugyanúgy a korintusi levélnek, a második korintusi levél 7. fejezeténél van. Ez a 7. fejezetnél azt mondja itt Pál apostol, és azt írja a keresztényeknek az első verszakban, azt mondja, mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tehát azok az ígéretek, hogy Istennel kapcsolatba kerülünk, és lakozik bennünk az Isten, ugye ezt mondja el előtte Pál apostol a 6. fejezet 16. verszakában, azt mondja, hogy Isten lakozik bennünk, közöttünk jár, tehát a közösségben, keresztény gyülekezetekben, és leszek nekik Istenük, ők én népem lesznek, és azt mondja, hogy ezért azt mondja, hogy menjetek ki közülük, szakadjatok el, azt mondja az Úr, tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak benneteket. És erre azt mondja Pál apostol a 7. fejezet első verszakában, hogy mivel hogy ilyen ígéreteink vannak, hogy Isten bennünk lakozik, és közöttünk jár, tehát a gyülekezetben, ezért azt mondja, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében vigyük véghez a mi megszentelésünket. Tehát mit mond Pál apostol? Hogy egy keresztény ember testi tisztátalanságban is tud lenni, és szellemi tisztátalanságban is. Tehát ez azt jelenti, tehát nem a fizikai teste, tehát amikor azt mondja Pál apostol, hogy testi tisztátalanság, nem azt jelenti, ha megnézitek, akkor nem a fizikai testnek a tisztátalanságáról beszél, hiszen akkor bemész a kádba, vagy a zuhanyzóba, lezuhanyzol, és már kész is. Tehát megtisztulsz. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az embernek a testisége, tehát nem a fizikai teste, hanem a fizikai testben levő húsnak, vérnek, természetnek a tisztátalanságáról van szó. Tehát az embernek a testi vágyai, testi gondolatai, testi dolgai meg tudják fertőztetni az embernek a szellemi újjászületett életét.
Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala viszont azt mondja Pál apostol, hogy egy keresztény ember szellemi tisztátalanságban is tud benne lenni. Tehát ez azt jelenti, hogy a szellem, tehát a szellemvilágból kapja meg, tehát nem a fizikai húsvér természetéből lesz tisztátalan, hanem szellemek teszik tisztátalanná az embert, és erre azt mondja Pál apostol, hogy mi keresztények, figyeljünk erre, és tisztítsuk meg magunkat ezekből. A harmadik ilyen igehely, ugyanitt a 2. Korintusi levél 11. fejezetben azt mondja Pál apostol, a 4. verszaktól, azt mondja verszakban, és ez is óriási dolog, tehát most azt nézzük meg, hogy egyáltalán lehet kapcsolat, vagy valahogy részesedhet egy keresztény démonokból, és lehet, és ugye, hogy ki lehet-e űzni ezeket keresztényekből. A harmadik ilyen, amit szeretnék mutatni, 2. Korintus 11, 4. verszak, nézzétek meg, azt mondja, harmadik verszaktól olvasom, hogy jobban meg lehessen érteni az igét, félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aképpen a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől, vagy egyszerűségtől. Tehát, és utána azt mondja, mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, és figyeljetek, vagy más szellemet vesztek, azt mondja, akit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát mit mond Pál apostol? Mi csak azt most nézzük most meg, nem akarok arról beszélni, mit jelent az, hogy más Jézus, meg más evangélium. Én arról szeretnék most beszélni, hogy egyáltalán egy keresztény más szellemet is tud-e venni, mint a Szent Szellemet, és lehet-e benne más szellem. És igen, itt azt mondja a Pál apostol a korintusi levélben, tehát a 2. Korintusi levél 11. fejezetben, hogy az ördög az olyan csaló, be tudja csapni az embert, meg tudja rontani az embernek a gondolkozás módját, és azt mondja, hogy más szellemet tud venni az ember. Tehát egy idegen szellemet, a Szent Szellemtől idegen szellem tud lakozni, egy újjászületett keresztényben is, tehát tud venni ilyet. Ez is érdekes. Tehát én csak most felolvasom azokat az igéket, amiből utána el tudunk gondolkodni, hogy hoppá, tehát ad figyelmeztetést, adnak figyelmeztetést az apostolok, hogy vigyázzunk, mert attól, hogy valaki újjászületett keresztény, nem jelenti azt, hogy csak a Szent Szellem lakhat benne, és látjátok, itt is azt mondja, hogy újjászületett keresztények vehetnek más szellemet. A következő ige János apostolnak az első levelében van, a 4. fejezetnek az első verszakában, azt mondja itt János apostol az első levelében, hogy szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Tehát mit mond itt János apostol, hogy ne higgyünk minden szellemnek, azt mondja, hanem próbáljátok meg a szellemet. Ja, egyébként szellemeket. Egyébként nagyon érdekes, ugye a Szent Szellemnek az egyik karizmája, vagy megnyilvánulása, ugye a Korintusi Levélnek a 12. fejezetében, a szellemek megítélésének az ajándéka. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kereszténynek, egy újjászületett Szent Szellemmel betöltött kereszténynek a Szent Szellem megnyilvánulhat egy ilyen ajándékkal, vagy egy ilyen megnyilvánulása lehet a Szent Szellemnek, hogy megítéli egy démont,
a másik emberben meg tud ítélni, vagy megítélhet egy démont egy másik emberben, akár keresztényben is. Látjátok, itt például, tehát itt a közösségi életről van szó, hogy ne higgy minden szellemnek, minden léleknek, aki azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, azt mondja az Úr, hanem azt mondja, hogy próbáljátok meg a szellemeket. Egyébként az utolsó időkben ez egy nagyon fontos dolog, hogy látjátok, még Jézus a Jelenések könyvében az efézusi gyülekezetet azért dicséri meg, meg is fedi, de meg is dicséri azért, mert megpróbálta azokat az embereket, akik hamis ajándékoknak mutatták be magukat. Tehát azért, mert valaki megjelenik és azt mondja, hogy ő ez, ő az, vagy amaz, attól az embernek meg kell ítélnie, és meg kell próbálnia, meg kell nézni azt az egészet, hogy most ez elfogadható, vagy nem. Tehát azért, mert valaki csak azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, mint például itt azt mondja, hogy sok hamis próféta jön ki a világba, azért, mert valaki azt mondja, hogy ezt mondja az Úr, én nem vagyok köteles elfogadni ezt. Sőt, a Biblia azt mondja, hogy próbálja meg azt a szellemet, aki profétálni akar, sőt, a karizmákkal kapcsolatban és a Szent Szellem megnyilvánulásaival kapcsolatban. Végig arról van szó az 1 Korintus 14-ben, hogy meg kell vizsgálni, meg kell próbálni, hogy tényleg az-e. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor létezik a hamisítvány is. Ha létezik a hamisítvány, akkor nyilván a hamisítvány az nem a Szent Szellemtől van, nem a Szent Szellem hamisítja önmagát, hanem nyilván a gonosz szellemvilág, a sátán, a démonjaival hamisítja azt, és utánozza azt, ami az Istentől van, és az igazit, a tisztát, az igazit, a Szent Szellemnek a megnyilvánulását. Magyarán akkor a gyülekezetekben tudnak működni démonok, amiket meg kell ítélni, és akár démonüzéssel el kell távolítani. Tehát keresztényekről van szó, és nem világról van szó. Aztán azt mondja a János itt a 6. verszakban, ugyanitt a 4. fejezetben, a 6. verszakban azt mondja, mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri az Istent, hallgat ránk. Aki nincsen az Istentől, nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg a valóság szellemét, és figyeljetek, és a tévejgésnek a szellemét. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy emberben benne lehet a valóság szelleme, és a valóság szellemét azt mondja János apostol, hogy fel kell ismernünk. Utána azt mondja, hogy azt is fel kell ismernünk, hogyha valakiben a tévejgés szelleme működik. És ezt meg kell próbálni. Tehát ugyanitt mondja el, hogy ezt meg kell próbálni. Tehát van ilyen, hogy téveigés szelleme. És a téveigés szellemét ugyanúgy meg kell ítélni a Szent Szellem ajándékával, mint ahogy lássátok, Jézus is megítélte azt Péter apostolba, bár most zárójelbe jegyzem meg, hogy most sokan azt mondhatják, de hát nem volt újjászületve Péter, meg nem ez, nem az. De nézzétek meg, hogy olyan bibliai igazságot ír le, hogy egy emberen keresztül, akár újjászületett, akár nem, a Szent Szellem is tud szólni rajta keresztül, tehát Istentől ihletve is tud szólni, most így mondom, tud szólni a maga természetes pszichéjéből, eszéből, emberi dolgából, és tud szólni a sátán által, és Jézus megítélte Péter apostolban, előtte azt mondta, hogy húha, ezt, amit mondtál, hogy én vagyok a Krisztus, az élő Isten fia, az a Szent Szellemtől van, de amit most mondtál, hogy Isten ments, hogy ez veled megtörténjen, Mester, erre meg azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira. Tehát látjátok, hogy, és utána, amikor például elmegy Jézus Jeruzsálembe,
és a keresztre feszítés előtti úton, tehát amikor átmegy Szamarián keresztül, és nem adnak neki helyet, akkor azt mondják, ugye a János és a Jakab apostol azt mondja, hogy akarod, hogy tüzet hozzunk le az égből, és erre azt mondja Jézus nekik, hogy ti nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Tehát látszik, hogy emberekben tudnak gonosz szellemek lakni, ott tudnak lenni, vagy megnyilvánulni is tudnak rajtuk keresztül, akkor is, hogyha ott voltak Jézus közelében. Sőt, a Judás apostolnak, pedig mi nem is vagyunk apostolok, vannak apostolok nyilván, de apostolokban, tehát Judás apostolban például a szívét el tudta foglalni a sátán. Hát ha egy ilyen nagy kalibernek, mint Judásnak, aki a 12 között volt, el tudta foglalni a sátán a szívét, akkor mi miért gondoljuk azt, hogy hát velünk nem tud mit csinálni az ördög. Tehát vagy nem tud, tehát ravasz módon bejönni az életünkben, ha nem figyelünk oda. Tehát nekünk oda kell figyelnünk a szellemi támadásokra, a szellemi életünkre, és ahogy itt mondja Isten igéje, hogy meg kell ismernünk, és meg kell próbálnunk a szellemeket. Sőt, akár még azt is meg tudjuk tenni, hogy saját magunkat is, ugye mondja Isten igéje a Korintusi Levél 11. fejezetben, hogy meg is tudjuk ítélni magunkat, hogy ha olyat mondtunk, vagy rossz szellemből beszéltünk, rossz szellemből csináltunk valamit, akkor megítélhetjük az Isten igéje alapján, és azt tudjuk mondani, hogy ez nem volt jó, és ettől elszakítom magamat, és ezt bűnnek vallom, és bűnnek mondom, és elszakítom magamat. Tehát erre oda kell figyelni, hogy Isten igéje alapján tehát gondolkozzunk és cselekedjünk. Apostolok cselekedetei, 5. fejezet, 3. verszak. Azt mondja itt Péter apostol, ugye az Ananiás és a Szafira esetében, azt mondja Isten igéje, ugye itt több, tehát hallottam olyan hamis értelmezéseket, de ezek értelmezések, tehát hogy nem is voltak keresztények. Hát akkor kik voltak az Ananiás és a Szafira, ha nem újjászületett keresztény volt? Hát gondoljátok már el, tehát a gyakorlatban, ezért mondtam, hogy ne elméleti teológusok legyünk, mert hülyeségekre fogunk rámenni, rávezettetni, mert Ananiás és Szafira eladták, szerintetek az ingatlanjaikat miért adták el, ha nem voltak keresztények? Ha nem voltak keresztények, akkor az ingatlannak az összegéből egy bizonyos árat miért hoztak volna az apostolokhoz? Tehát nem értem azokat a keresztényeket, hívőket, akik azt mondják, hogy Ananiás és Szafira nem volt keresztény. Hát a cselekedeteik nem ezt mutatták, és nem ezt mutatják. Ezek az emberek gyülekezetbe jártak, és azt olvassuk, hogy egy ember azonban név szerint Ananiás Szafirával, az ő feleségével eladta a birtokát, és félretett az árából feleségének a tudtával, valami részét elvitték az apostoloknak lábai elé, tették. Tehát, hogyha nem voltak keresztények az Ananiás és a Szafira, akkor minek mentek az apostolokhoz, hogy az ingatlanjuknak egy bizonyos összegét oda tegyék, beadakozzák? Hát mutassatok ilyen embereket, akik világiak, hogy eladják az ingatlanjaikat, tehát most úgy mondom, hogy világiak, hogy nem a gyülekezethez tartoznak, és oda viszik, eladják az ingatlanjaikat, és talán oda viszik a gyülekezet vezetőihez tehát a pénzt, és leteszik nekik a lábuk elé. Erre azt mondja Péter, Ananiás, miért foglalta el a sátán a szívedet? Tehát elfoglalta. Eredetiben azt mondja, hogy megtöltötte.
teletöltötte a szívét, tehát a szíve nem a Szent Szellemmel töltődött meg, hanem azt olvassuk, hogy teletölt, feltölt, teljes lett a szíve a sátánnal. Tehát egy újjászületett kereszténynek a szíve teletöltődött démonokkal. És azt mondja, hogy megcsald a Szent Szellemet. Tehát elfoglalta a sátán a szívét, és azt mondja, miért csináltad ezt, hogy megcsald a Szent Szellemet, és a mezőnek árából félretégy. Tehát ez az ember tudta, hogy mi az, hogy Szent Szellem, ki az, hogy Szent Szellem, tudott ezekről a dolgokról, és azt mondja, megmaradva, nem neked maradt volna meg, eladva, hatalmadban volt. Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted, nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. És nézzétek meg, hogy meg lett ítélve ez az ember. Miért? Mert ez az újjászületett hívő kapcsolatba került démonokkal, átlépett egy határvonalat, a Szent Szellemnek hazudott, és ezért Istennek az ítélete jött rá. Van ilyen. Ezért mondja Isten igéje, hogyha mi ítéljük magunkat, nem ítéltetünk el, és a világgal együtt nem veszünk el. Tehát ezért fontos, hogy saját magunk cselekedeteit megítéljük. Mert ha azt mondjuk, hogy hát de már Isten nem ítél senkit, nem csinál ezt, nem csinálom azt, akkor viszont nem fogjuk érteni ezeket a történeteket, eseteket a Bibliából, hanem kitalálunk egy elméleti teológiát az egészre, és ráhúzunk egy elméleti dolgot, ami nem is úgy van, és nem is úgy működik. Tehát látszik az, hogy igen, van olyan, hogy egy újjászületett kereszténynek a szívét teletöltötte a sátán démonokkal. 1 Timóteus 5.15-ben azt olvassuk, hogy 1 Timóteus 5.15, a Pál apostol ír Timóteusnak, ugye özvegyasszonyokkal kapcsolatban, gyülekezetbe járó özvegyasszonyokkal kapcsolatban, és azt mondja az 1 Timóteus 5-ben, a 15. verszakban, 14. verszak, akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, tehát gyülekezetbe járó hölgyekről volt szó, gyermekeket szüljenek, háztartást vigyenek, semmi nemű alkalmat ne adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. És figyeljetek, mit mond? Azt mondja, mert némelyek már elhajlottak, odafordultak kihez? Azt mondja, a sátánhoz. Kik? Újjászületett keresztények, akik gyülekezetbe jártak. Hát nem megdöbbentő? És akkor vannak keresztények, azt mondják, hogy semmi közük. Ha már valaki újjászületett keresztény, akkor semmi köze nincs az ellenséghez. Hát akkor miért mondja az, hogy ilyeneket mond Pál apostol, hogy részesedni tudnak démonokból, ilyeneket mond, hogy más szellemet tudnak venni, ilyeneket mond, hogy oda lehet fordulni a sátánhoz, tehát oda fordul az ember, letér az úttól és odafordul, teletöltődik a szíve démonokkal, a sátán teletölti a szívét, akkor azt mondja János apostol, hogy vizsgáljuk meg, próbáljuk meg a szellemeket. Nyilván, ha nem tudna megnyilvánulni démon egy keresztényen keresztül, akkor nem is kéne megpróbálni azt, amit mond, és megvizsgálni azt, amit mond. Tehát ezért is vigyázni kell ezzel kapcsolatban. Tehát odafordultak ezek az özvegyasszonyok, és sajnos alkalmat adtak az ellenségnek a szidalmazásra. Következő Efézusi levél, 4. fejezet, 27. verszak, azt mondja itt Pál apostol az efézusi hívőknek, hogy ne adjatok helyet az ördögnek. Azt mondja, se pedig a 27. verszak, se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Tehát ez azt jelenti, hogy az ember egy újjászületett keresztény hívő helyet tud adni az ördögnek. Hát az ördög, meg tudjátok, az nem olyan, hogy most ő megy oda egyenesen, hanem oda küldi a démonjait. Tehát a sátának a királysága a Biblia alapján, ez egy felépített rendszer, ez egy ellenséges rendszer, megvannak a közkatonái, megvannak a tisztjei, megvannak a légvédelme, vagy hogy mondjam, a
a levegő égben is a tisztjei ott vannak, és ott van ő maga is a csúcson, a piramis csúcsán. És amikor helyet ad az ember az ördögnek, vagy azt olvassuk, hogy megtöltötte a sátán a szívét, tehát a sátán beköltözött a szívébe, vagy elfoglalta a szívét, akkor itt ne azt gondoljátok, hogy maga a sátán megy bele az emberbe, hanem ezek az alsó osztálya az ellenséges erőknek, a démonokkal tölti meg az embereket. És itt is ezt olvassuk az Efézusi levélben, hogy amikor előtte azt mondja, hogy vetközzétek le a hazugságot, például a nyelvbűnökkel helyet lehet adni az ördögnek, démonoknak, nézzétek meg, levetvén a hazugságot, ez a 25. verszakban van, azt mondja, a harag ne menjen le, a nap ne menjen le a haragotokon. Miért? Mert démonizálódni tud az ember. Tehát indulati bűnök által, beszédbűnök által helyet lehet adni az ördögnek. Azt mondod neki, hogy gyere, mintha azt mondanád az ördögnek, hogy gyere, költöz ide be, helyet adok neked. Tehát mi az, hogy egy keresztényben nem lehet démon? Hát ha helyet ad a sátánnak, az ördögnek az ember a saját bűnei által, a beszédbűnök által, az indulati bűnök által, vagy itt azt mondja, hogy a lopás által, mert ez is azt mondja, aki lop, többé ne lopjon, hanem munkálkodjon cselekedvén az ő kezeivel. Tehát a lopás is démonizálódást tud okozni. Semmi rothadt beszéd a szátokból ne származzon ki. Tehát a beszéd bűnök által is. És tehát a mérgesség, felgerjedés, harag, lárma, káromkodás, tehát ezek légkört hoznak létre az atmoszférában az embernek. Szerintetek miért van menekülési érzése némely olyan helyen, atmoszférától, amikor mérgesség, harag, lárma, káromkodás, tisztátalan beszédek, meg egyéb van, hát szerinted mivel töltődik fel ott a levegő? És ha egy keresztény ilyet csinál, akkor ő maga közvetíti ezeket a szellemeket másokra. Tehát ezért mondta Jézus, ha valaki hisz az ő nevében, az démonokat űz. Tehát ki kell űzni ilyenkor ezeket a szellemeket, ilyenkor nem letagadni kell, hogy akkor mintha nem történt volna semmi, hanem a szellemi tisztátalanságból is meg kell tisztítani magunkat. A következő ige a 2 Timóteus 1.7-ben, azt olvassuk itt, azt mondja Pál apostol, hogy nem a félelemnek a szellemét adta nekünk az Isten. Hát, ha egy keresztényben nem lehet ott a félelem szelleme, csak a Szent Szellem, akkor miért mondja Pál apostol azt többes számba, hogy nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten? Tehát magyarán van ilyen démon, és ilyen démon tudja támadni a keresztényeket, és ezért mondja Timóteusnak, hogy a félelemnek a szelleme az nem a Szent Szellem. Amikor fél egy keresztény, akkor a félelem szelleme tud benne lenni. Nem minden esetben, de a félelem szelleme is ott lehet, pláne hogyha ez folyamatos a félelme, és nem tud megszabadulni ettől, ez folyamatosan visszatér, akkor azt mondja Pál apostol, hogy a félelem is szellemként ott tud lenni, tehát a félelem szelleme, ami a gondolatait, az érzelmeit befolyásolni tudja. Hanem azt mondta, szembeállítja azzal, hogy nekünk Isten az erőnek, a szeretetnek és a józanész szellemét adta. Tehát de van ilyen, hogy félelem szelleme. És látod, Timóteusnak írja azt, hogyha nem tudott volna soha démonizálódni a Timóteus, akkor nem is kellett volna neki leírnia azt, hogy a félelem szellemét mi nem kaptuk, tehát nem a félelem szellemét kaptuk az Istentől. Tehát Isten nem ad félelem szellemét, a sátán ad félelem szellemét, de az Isten nem ad félelem szellemét. Ő józanész szellemét ad, ő szeretet szellemét ad, ő az erőnek a szellemét adja. De amikor valakiben a félelem van, akkor ki kell űzni a félelem szellemét, mert azt nem Isten adta, azt nem Istentől kaptuk, hanem
az ördög adhatta oda, de el kell utasítani, parancsolni kell, meg kell mondani neki, hogy Jézus nevében, félelem szelleme, elhagysz most engem a Jézus nevében, kimész belőlem a Jézus nevében. Következő, ugyanitt a 2 Timóteus levélnek a második fejezet, 25. és 26. verszaka, az azt mondja, és innen is látszik, hogy a keresztények az ördög csapdájába tudnak kerülni, és démonokkal tudnak kapcsolatba kerülni. Itt azt mondja 2 Timóteus 2.26, 25-26, hogy tehát Isten embere, azt mondja, Isten szolgája, szelíden fenyíti az ellenszegülőket, tehát nyilván akik a gyülekezeten belül ellenszegülnek, és azt mondja, ha talán adna nekik az Isten megtérést, mert különben egy gyülekezeten kívülállót minek kell meginteni, fenyíteni beszéddel, tehát hogy miért kell fenyíteni valakit, aki nem a gyülekezetbe jár. Nyilván itt újjászületett keresztényekről van szó. És azt mondja, hogy az Istennek a szolgája, az ne menjen bele szóharcokba, hanem azt mondja, szelíden fenyíti az ellenszegülőket, tehát lehetnek a gyülekezeten belül ellenszegülők, és azt mondja, hogy talán, ha szelíden fenyíti, akkor azt mondja, hogy ad nekik Isten megtérést az igazság megismerésére. Tehát újjászületett keresztény is meg tud térni, például az ellenszegülésből. Utána a 26. verszak, amiért igazából ezt felolvasom, azt mondja, és felocsúdnának az ördög tőréből, tehát csapdájából, tehát felébrednének. Itt az van, hogy kijózanodnának, észhez térnének, magához tér, észhez tér, kijózanodik. Honnan? Az ördög csapdájából. Várjunk egy kicsit. Akkor ez azt jelenti, hogy a gond azért volt az ellenszegülése, mert az ördög csapdájába volt benne, és az ördög az józan eszét elferdítette, ahogy olvastuk a korintusi levélben, hogy Évát becsapta, és eltántorította a gondolataikat, okoskodások lettek, magaslatok, erődítmények lettek, most Pál szavaival élve, fogalmaival élve, az embereknek, a keresztényeknek az elméjébe. Ja, és hogy azt mondja Pál apostol, hogy ez az ördögnek a csapdája, tehát már benne vannak a csapdába, és ha talán kiúzanodnak, akkor meg tudnak térni, és az ellenszegülést abba tudják hagyni. Fú, ez nagyon húzós dolog. Azt mondja, felocsúdnának az ördög csapdájából. Tehát egy keresztény csapdába tud kerülni az ördögnek a csapdájába tud kerülni, és ahogy mondtam nektek, hogy az ördögnek királysága van, egy rendszere van, nem ő fog oda menni csinálni valamit neked, hanem ott vannak a beosztottai, például a démonok, és a démonok csapdában és a hálójukba tudnak tartani. Itt a Timóteus első fejezetében még azt szeretném elmondani, tehát a 1 Timóteus 4.1-ben azt mondja Pál apostol, a szellem nyíltan mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, tehát kik tudnak elszakadni a hittől? Hát akik hívők, akik járnak gyülekezetbe, újjászülettek, és azt mondja, elszakadnak a hittől. Hát olyan ember nem tud elszakadni a hittől, aki nem hisz. Tehát nyilván akkor hívőkről van szó, akik járnak gyülekezetbe, és azt mondja, vigyázz, mert a Szent Szellem azt mondja, hogy az utolsó időkben, amikben mi élünk, némelyek elszakadnak a hittől, és azt mondja, hitető szellemek és gonosz szellemek tanításaira figyelnek. Tehát egy újjászületett keresztény, hívő el tud szakadni a hittől úgy, hogy gonosz szellemekre figyel, gonosz és téveítő, hitető szellemekre figyel, sőt tanítást vesz tőlük. Hát ez brutális.
Tehát, és azt mondja Pál apostol, vigyázz, mert el lehet szakadni a hittől. Ha nem lehetne elszakadni a hittől, ha nem tudnák démonok befolyásolni az újjászületett keresztényeket, akkor miért írta volna ezt Pál apostol, hogy elszakadnak az utolsó időben a hittől? Tehát ez azt mutatja, és azt mondja, hogy egyébként ezt is csak zárójelbe hagyja, jegyezzem meg, hogyha olyan hívőket hallasz, vagy olyan hívők, keresztények azt mondják, hogy nincsenek démonok, nem lehetnek a démonok a hívőkbe, meg ilyenek, hát akkor tudd meg, hogy rajta keresztül az ördög úgy próbál befolyásolni, hogy a védelmi rendszeredet engedd el, és innentől kezdve szabadon tud működni az ördög, mert hogyha nem figyelsz arra, hogy el lehet szakadni, akkor el is fogsz szakadni, és ezért a figyelmet helyre kell állítani az embernek. Tehát igazából azok az ördögnek az eszközei, azok az emberek, és hívők is lehetnek az ördög eszközei, hiszen pontosan azt mondja nekünk, hogy vizsgáljuk meg a szellemeket, próbáljuk meg a lelkeket, és ha valaki azt mondja, hogy a sátán nem tud démonokon keresztül a keresztényekbe működni, hatni, benne lenni, tehát démonokkal, akkor viszont már észre tudjuk venni, hogy hoppá, na itt van, ez már egy másik szellem, az az ember már egy másik szellemet vett, mert ez nem bibliai, amit mond. És a Jakab 3.15-ben, tehát Jakab apostolnak a levelének a harmadik fejezete azt mondja, hogy a felülről való bölcsességet ugye elmondja, és utána azt mondja, hogy amikor egy kereszténynek a szívében, azt mondja a 14. verszak, ha pedig keserű irítség, civódás van a ti szívetekben. Tehát keresztényeknek írja, újjászületett hívőknek azt írja, hogyha keserű irítség és civódás van a szívben, tehát egy belső harc dúl belül, irítség van belül, azt mondja, ne dicsekedjetek, ne hazudjatok az igazság ellen, tehát még egy hazudni is tud egy keresztény, és azt mondja, ez nem az a bölcsesség, amely felülről van, hanem figyeljetek, azt mondja, földi, tehát vagy természetes földi bölcsesség, vagy testi, tehát ez a bűnös természetből való testi bölcsesség, vagy azt mondja, figyeljetek, démonikus. Tehát ha nem tud egy újjászületett keresztény démonokkal kapcsolatban lenni, akkor kérdezem, hogy tud benne démonikus bölcsesség lenni, amire figyelmeztet Jakab apostol. Különben miért figyelmeztetett volna? Tehát azt mondja, sőt, nem úgy csak ezt erre figyelmeztet, hanem azt mondja, hogy Isten ellenségévé tud válni az ember, a világgal keresztény, egy keresztény hívő barátkozik, akkor azt mondja, hogy Isten ellenségévé válik. Sőt, azt mondja, álljatok ellen az ördögnek, hogy az ördög elfusson tőletek. Tehát ha nincs ott közvetlenül a közelébe, akkor hogy tud elfutni tőle, hogyha ellenáll neki? Tehát látszik, hogy nagyon sok figyelmeztetést kapunk az apostoloktól, hogy vigyázzunk, mert az ördög a démonjaink keresztül be akar hatolni az egyházba, be akar hatolni keresztényeknek az életébe, be akar hatolni a szentek közösségébe, és ezért nagyon sok figyelmeztetés hangzik el, hogy vigyázzunk. És legvégül hadd fejezzem be az 1 Timóteus 5.23-mal, amikor azt mondja Pál apostol a Tesszalonika levél, tehát 1 Tesszalonika 5.23-ban, azt mondja Pál apostol, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket, mindenestől, azt mondja a szellemeteket, mert amikor azt mondja, Károli úgy írja, hogy a ti egész valótok, akkor eredetiben szellemetek, mind lelketek, tehát a pszichétek, a lelketek, mind a testetek
fedhetetlenül őriztessen meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Magyarán mit mond Pál apostol? Hogy a védelem az a megszentelődésben van. Értitek? Tehát nem arról van szó, hogy ú, kegyelem van, és meg se kell szentelődnünk, nem is kell, hogy Isten félelem legyen bennünk, és a többi, hanem a kegyelem az arra tanít bennünket, hogy ez a megszentelő munkája Istennek az életünkbe, mind a szellemünkbe, mind a pszichénkbe, a lelkünkbe, mind a testünkre hasson, és ezáltal védelmet kapunk a szent életben való járással, védelmet kapunk, hogy ne démonizálódjunk, tehát hogy a démonokat távol tartsuk. Ha pedig esetleg ezt nem sikerült és elestünk, akkor viszont ítéljük meg magunkat, ítéljük meg, hogy mi az a rossz, amit elkövettünk, bánjuk azt meg, szakadjunk el attól, és ezt tőlünk elvárja Isten, hogy ne essünk az élő Isten kezébe, azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. És ezért mondja Pál apostol, hogy inkább mi ítéljük magunkat, mint az, hogy Isten ítéljen bennünket. Hát gondoljátok el, ez a kegyelem, hogy ez egy óriási kegyelem, hogy Isten azt mondta, lemondok arról a jogomról, hogy téged megítéljelek, akkor, ha te megítéled magadat az Isten igéje alapján. Hát ez óriási. Tehát ez nagyon sok szégyentől és mindenféle dologtól mentesülünk, ha megtesszük ezt, és élünk is ezzel. És amit megítélünk, attól eltávolodunk, Istennek a megszentelő munkája pedig dolgozik bennünk. Na most nagyon röviden, ugye azt is megígértem nektek, hogy a démon űzésről is beszélni fogok, csak nagyon röviden fogok beszélni, ugye, hogy újjászületett keresztényekből űztek-e démonokat. Nagyon gyorsan lapozunk az Abcsel 5.16-hoz. Az Abcsel 5.16 keresztényekről szól. Azt mondja Isten igéje, hogy mindjárt mondom, 5.16, nézzétek meg, 14. versszaktól olvasom, hogy értsük meg, hogy kikről van szó. Azt mondja Isten igéje, egyebek közül senki sem mert közéjük elegyedni, ugye az előző Ananiás eset miatt, senki nem mert közéjük menni. Azt mondja, hanem a nép magasztalta őket, figyeljetek, hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz. Úgy férfiaknak, mint asszonyoknak a sokasága. Tehát nagyon sok hívő csatlakozott az Úrhoz. Utána azt olvassuk, ugyannyira, tehát hogy annyira csatlakoztak az Úrhoz a hívők, tehát hívőkről van szó, tehát nem világiakról van szó, hívőkről van szó, ugyannyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, letették ágyakon, nyoszolyákon, az arra menő Péternek az árnyéka érje valamelyiket közülük, figyeljetek, és a szomszédos városok sokassága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket, tisztátalan szellemektől gyötrötetek, kik mind meggyógyultak. Tehát kik gyógyultak meg? Kikből mentek ki a démonok? Hát a hívőkből. Hát nem látsz olyat, hogy a gyülekezetbe történik gyógyulás, és nem látsz olyat, hogy minden világi a környező szomszédos városokból bejönnek, hogy ők is meggyógyuljanak. Hát kik jöttek be? Hívők. Akik előtte megtértek, akik előtte elkezdtek az apostolokkal, apostolokhoz csatlakozni, elkezdtek gyülekezetbe járni a szomszéd városokból, és azt olvassuk, hogy az a kenet, ami Péteren volt, az megnyilvánult ezeken az embereken, és rááradt a gyógyító kenet, rááradt a szabadító kenet az emberekre. Hiszen nem mertek csatlakozni mások oda. Ezt olvassuk, hanem a hívők mentek oda, a hívők csatlakoztak hozzájuk, a hívők hozták el a betegeiket, és a hívők gyógyultak meg, és szabadultak meg démonoktól. Ez az egyik. A másik, Apostolok cselekedetei 8.
fejezet, Szamariában Filip, amikor volt, akkor azt mondja a hetedik verszak, sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek, sok guta ütött, és Sánta pedig meggyógyult. Lett nagy öröm abban a városban. Miért? Mi történt? Ezek az emberek gyülekezetbe jártak. Elmentek, azt olvassuk, hogy Filip lement Szamariába, prédikálta nekik a Krisztust. És a sokaság egy szívvel, lélekkel figyelt azokra, amiket Filip mondott. Hallotta, látta a jeleket, amiket cselekedett. Kik voltak ott? Hívők. Kikből üzte ki a démonokat Filip? A hívőkből. Kimentek belőlük tisztátalan szellemek, meggyógyult nagyon sok guta ütött, kik, akiket odahoztak a hívők, és utána azt olvasjuk, nagy öröm lett. Tehát miért? Mert démonok kimentek az emberekből, meggyógyultak emberek, Krisztust hirdette nekik Filip, és nézzétek meg, még a Simon mágus is megtért, a gyülekezetnek az aktív tagja lett, és még vízkeressége is volt a Simon mágusnak, aki addig becsapta őket, aki okkult tudományokba által elámította őket, így olvassuk, tehát becsapta őket, és azt olvassuk, hogy ott járt Filippel együtt. Azt mondja a 13. verszak, Simon maga is hitt, tehát hívő volt ő is. Azt mondja, és megkeresztelkedett, legalábbis addig, ameddig meg nem jelentek az apostolok. Hiába hívő volt, megkeresztelkedett, de gonosz szellem volt benne. A szíve nem tisztult meg. Nem hagyta magát megtisztítani az Isten beszéde által, hanem pénzre akarta használni a szolgálatát, és azért fizetett pénzt, hogy szolgálatot kaphasson. Azt mondja, Simon maga is hitt, megkeresztelkedett, Filippel tartott, és látta, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodtak. Tehát ez nem egy alkalom volt, amikor összejöttek azok a szamariai emberek. Kialakult egy gyülekezet, kialakult egy Isten tiszteletre járás, gyülekezeti Isten tiszteletek voltak. Ott azt mondja, ott járt Filippel együtt, a többiek is. És akkor ezt hallották az apostolok Jeruzsálembe, és oda ment Péter apostol, meg János apostol. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyszer csak Filip elmegy valahová, és űzi a démonokat mindenkiből, csak nem a keresztényekből, nem a hívőkből, miközben már megkeresztelkedtek, és ugyanúgy Isten tiszteletre jártak, jelek, csodák történtek, és azt olvassuk, hogy lementek a Péter apostol és a János apostol. És azt olvassuk, hogy velük, amit nem vett észre Filip evangélista, az Péter a szellemek megítélése ajándéka által, tehát a Szent Szellem megnyilvánult, és helyre rakta a Simont, hogy ember, te el fogsz veszni, elveszett vagy, és a pénzed veled együtt vesszen el, térjél meg ebből a gonoszságból, és a többi, és a többi. Na most ez az ember gyülekezetbe járt, hívő volt, és megkeresztelkedett. Tehát mi az, hogy nem lehet démon egy ilyen emberbe, aki hisz, aki jár gyülekezetbe, és újjászületett víztől. Tehát, és a többiekből is mentek ki a démonok. Abcsel 16. Azt olvassuk itt Filippi városában a pálapostolék, ahogy elmentek, itt azt olvassuk, hogy először 11. verszakban Lidia nevű tiatírai városbeli bíborárus asszony, ki félte az Istent, hallgatott ránk. És azt mondja, ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott, mikor pedig megkeresztelkedett, mind háza népével együtt, kért minket, hogy az úr hívének ítéltek minket, maradjanak ott, unszolta őket. Tehát kialakult egy gyülekezet. És azt olvassuk, hogy ebbe a gyülekezetbe bejött egy hamis jövendőmondó, egy lányka,
Azt mondja a 16. verszak, lett pedig, mikor mentünk könyörgésre, egy szolgáló lányka jött elénk, kiben jövendőmondásnak szelleme volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendőmondásaival. Ezt követvén Pált és minket kiáltott. Tehát ez több napon keresztül volt, hiszen látjuk, hogy amikor kiűzte Pál ebből a lányból a démont, ez a lány már több napja bosszantotta Pál apostolt ezekkel a kijelentésekkel. Mit jelent, hogy követővé vált? Az apostolok azt mondja, Pálnak, Pált és minket követett ez a hölgy. Járt velünk, ima alkalmakra járt velünk ide-oda. És közben viszont rossz szellemből, gonosz szellemből elkezdett beszélni, és azt mondta, hogy ezek az emberek a magasságos Istennek a szolgái, kik nektek az üdvösség útját hirdetik. Tehát nektek, látod, ő benfentesnek tartotta magát, és a kívülvalóknak mondta, hogy nektek hirdetik az üdvösségnek az útját. Aztán azt mondja, ez pedig több napon át művelte. Látod, ez nem egy alkalom volt, hanem ez egy folyamatos gyülekezetbe járás, amikor mentek ki a Filippi városán kívülre, és látjátok, hogy ő úgy gondolta, hogy ő a Pál apostolhoz tartozik, tehát követővé vált az apostoloknak. Mégis gonosz szellem volt benne, és a hátra azt mondja, Pál bosszankodva hátrafordult, mondta a szellemnek, parancsolom neked a Jézus Krisztus nevében, menj ki belőle, és kiment abban az órában. Ennyi. Tehát elhagyta az, aki addig ott volt Pál apostolékkal, abból a lánykából kiment a démon, és elhagyta ez a gonosz szellem ezt a hölgyet. Abcsel 19.12. Ez is egy nagyon fontos Efézusban. A Pál apostolról azt olvassuk, hogy Efézusban volt több éven keresztül. Azt mondja, Tiranosz iskolájában prédikált és tanított. Azt mondja, ezt két évig csinálta, tehát 10. verszak, Abcsel 19.10. Tehát két évig prédikált, jártak oda az emberek Tiranosz iskolájába, hívők voltak, megtértek, jártak gyülekezetbe, és nézzétek meg, mit olvasol. Mindazok, akik lakoztak Ázsiában, zsidók, mint görögök, hallgatták a Jézus, az Úr Jézus igéjét. És nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által. Tehát az nagyon sok kereszt, tehát nagyon sok zsidó ember, görög ember, hívő lett, hallgatták az Úr Jézusnak az igéjét, nagyon, azt mondja, nagyon sok csoda lett, nem közönséges csodákat cselekedett Isten Pál keze által, figyeljetek, annyira, hogy betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, kötényeket, eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Hát kérdezem én, kiből ment ki a gonosz szellem, ha nem azokból, akik hisznek? Ha gondold el, próbálj meg vinni valakinek, aki nem hisz. Vigyél oda neki egy ruhadarabot, és mondd azt, hogy hát XY prédikált a gyülekezetbe, az ő imádkozott ezért a ruháért, hadd tegyem rád, és kimegy, meg fogsz gyógyulni, és kimegy a démon belőled. Hát az azt fogja, elhagy téged, és azt fogja mondani, hogy ne csináld már, hát most miről beszélsz? Tehát ezek az emberek, akikhez elvitték ezeket a keszkenőket, ruhákat, vagy kötényeket, azt mondja, hogy ezek hívők voltak, nem tudtak elmenni gyülekezetbe, megbetegedtek, démonizálódtak, és a hívő barátaik elvitték nekik ezeket a keszkenőket, kötényeket, és ahogy rákerült a testükre ezeknek az emberekre, megszabadultak démonoktól, meg meggyógyultak betegségekből. Tehát ez nem elmélet. Próbáld ki. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy ezek nem hívők voltak, gratulálok, akkor viszont próbáld ki, imádkozzál kötényekért, keszkenőkért, és vidd oda nem hívő emberekhez. És akkor megtapasztalod, hogy most ez miről szól. Igaz vagy nem igaz ez? Tehát ez van itt a 12. verszakban. Kimentek a démonok. Hát ha nem voltak bennük démonok, akkor nem lett volna, hogy kimentek volna belőlük. Azért mentek ki belőlük démonok,
mert bennük voltak démonok. És a kenet az Isten ereje hatására ezeken a kötényeken, keszkenőkön keresztül viszont elhagyta a démon őket, meggyógyultak betegségekből, mert Pál apostol úgy látszik, úgy prédikált akkoriban, meg úgy tanított, hogy magára vett keszkenőket, kötényeket, az alatt tanított, ez alatt rajta voltak, és a kenet, a Szent Szellemnek az ereje, hatalma, ahogy rajta volt Pál apostolon, vagy vittek hozzá és imádkozott, oda vitték az emberekhez, és meggyógyultak azok a hívők, akik nem tudtak gyülekezetbe járni. Tehát látjátok, hogy van ilyen, hogy a hívők kapcsolatba kerülhetnek démonokkal, van ilyen, hogy részesedhetnek, én nem ezt mondom, hogy csak erről kell, hogy szóljon a hívő életnek, hogy e körül forogjon az ember, nem, hanem Jézus Krisztus központú életet kell élnünk, Jézus Krisztussal van közösségünk, az Atyával, és Jézus Krisztussal van közösségünk, és a Szent Szellemmel van közösségünk, de ha valami megzavarja az érzelmeinket, a gondolkozásmódunkat, bűnök vagy bármi más hatalmat akar venni fölöttünk, akkor el kell gondolkodnunk, hogyha nem tudjuk kontrollálni azokat a dolgokat az életünkbe, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy lehet, hogy valahogy tehát megfertőződhettem démonnal, hiszen egy vírussal is meg tud fertőződni az ember, meg tud fertőződni démonnal, és kell keresni a szabadulást ezektől, a gonosz, tisztátalan szellemektől. Tehát én így hirtelen szerettem volna így ezt így elmondani nektek, hogy amikor érezzük, hogy valami nem stimmel velünk, és érezzük is, hogy a Szent Szellem is rámutat arra, hogy húha, vigyázz ezzel, vagy ez lehet, hogy egy démon benned, és lehet, hogy azért nem tudsz e fölött uralkodni, vagy nem tud elmozdulni ez a dolog, pedig a hitedet gyakorlod. Például betegség, van olyan, hogy betegség szelleme, hogy gyakorlod a hitedet, de valahogy nem akar az elmúlni. Lehet, hogy egy démon került bele az ember testébe, és az okozza a problémát. Tehát ne érts félre, én most nem azt akarom mondani, hogy most mindentől fél, kimész az utcára, hogy milyen démon kerül bele, mert hiszen látod, hogy Isten megszentel bennünket, ezért jó Isten tiszteletre járni. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok démon kimegy az emberből úgy, hogy nem is tudja, hogy kiment belőle, és úgy, hogy közben, ha kapcsolatba került, ahogy érintkezett emberekkel, világgal, meg mindenféle dolgokkal, hogy ahogy hallgatja Isten igéjét, a kenet, az Isten ereje, behatol az embernek a szívébe, és ahogy mondja Jézus, szenteld meg őket a te beszédeddel, a te igazságoddal, mert a te igéd igazság. Tehát, hogy szentel meg bennünket Isten? Úgy, hogy eljárunk Isten tiszteletre, és rendszeresen kapcsolatban vagyunk, és közösségünk van Isten beszédével, a prédikált igével, és amikor Jézus elmondja azt a példázatát a Máté 12-ben, hogy amikor pedig a gonosz szellem, vagy tisztátalan szellem kimegy az emberből, akkor képzeljétek el, tehát nem azt a görög kifejezést használja, tehát nem is tudott mondjuk görögül, hanem héberül, de nem úgy van írva, vagy arámult, de nem úgy van írva a Bibliában, hanem egy másik szó van, nem az egbaló, a kiűzéssel ment ki az a démon, hanem csak egyszerűen kiment a démon az emberből. Tehát van ilyen, hogy hallgatod Isten igéjét, és közben megkönnyebbülsz, és csak annyit érzel, nem is tudatosítja az ember, hogy most mi történt vele, ezért nem is kell olyan nagyon foglalkozni, ha csak a Szent Szellem rá nem mutat arra a dologra, de az ember nem is gondolja, hogy érzi, hogy olyan könnyű lett, olyan megkönnyebbült, lementek terhek róla.
Hát sokszor ilyenkor kimennek a démonok az emberből, az érzelmeiről lekapcsolódnak, az elméjéről lekapcsolódnak, és ez csak azt vesz észre, hogy olyan jobb lett a atmoszféra, jobb lett a közérzete az embernek, jobb lett, erősebbnek érzi magát. Miért? Mert kimentek démonok. És én ezt kívánom az életetekbe, hogy ha van olyan, hogy Isten ereje érint meg, és a szabadító erő rád talál, és rád száll, és kimennek démonok, ez is egy jó dolog, de az is, hogy hallgatod Isten igét, és a kenet, az Isten szelleme átjár, és teljesen megkönnyebbülsz, ahogy a terhek lemennek rólad, és megváltozol. Tehát így is lehet szabadulni, tehát nem kell nagy megnyilvánulások, hogy legyenek, ezért bízzuk rá magunkat az Úr vezetésére, és ne legyünk olyan keresztények se, hogy állandóan zaklatjuk a pásztor vagy vezetőket, hogy de hát démon van benne, hát üszd ki, azt mondta Jézus, hogy a hívők ilyen jelek követik a hívőket, démonokat tűznek. Ha valami problémád van, akkor üszd ki. Tehát ne rögtön valakihez szaladgáljon az ember, hanem kezdj el gyakorolni a hitét, hogy akkor ezt ő is megoldja Jézus Krisztus neve által. A többit meg Isten igéje is megoldja, hogy ahogy hallgatod az Isten igéjét, befogadod az Isten igéjét, ez a megszentelés, meg igazából ez a megszentelődés azt jelenti, a megszentelés, hogy Isten elkülönít magának téged. Ez azt jelenti, hogyha közel von hozzád, akkor a démonok elkezdenek el kimenni. Ezt régen úgy mondták, hogy ugye forró sütőre nem szállnak a legyek. Tehát ha Istennek a tüzébe bekerülsz, Istennek a jelenlétébe bekerülsz, akkor a démonok kénytelenek elhagyni, kénytelenek kimenni, és kénytelenek lekapcsolódni az emberről, mert nem biztos, hogy benne vannak a démonok az emberben, lehet, hogy csak rajta vannak, az is egy másik dolog, de erről most nem szeretnék beszélni, hanem csak az, hogy közel kerülsz az Isten jelenlétébe, és lekapcsolódnak róla a démonok, a kötelékek, tehát szellemi kötelékek, láncok lehullanak rólad, úgy, mint Sámsonról egy pillanat alatt a kötelékek lemállottak róla, és szabad tudott lenni. Hát én ezt kívánom az életetekbe, hogy Istennek az ereje látogasson meg benneteket, az Istennek az igéje az megszenteljen, és az Isten igének a megszentelése által a démonok elhagyják az életeteket, családotokat, otthonotokat, különböző területeit az életeteknek, és a Szent Szellemnek a kenete erejében éljetek, és az Isten igéjét ismerjétek, és Isten igéjét azt kívánom, hogy az Úr nyissa meg az elméteket, és velem együtt az én elmémet is arra, hogy értsük az írásokat, és ne elméleti teológusok legyünk, hanem a gyakorlatba vigyük át, amit az Isten igéjében van benne, és hogy megéljük és tapasztaljuk az Isten igéjét. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok velem, szép estét, jó éjszakát kívánok nektek, sziasztok!